Mai adásunkban a Királyok városában látogatunk, ahol a székesfehérvári Széchenyi István Szak középiskola 13. G osztálya gőzerővel készül a szalagavatóra. Azonban egy nap elszabadul a pokol, és megromlik a tanárokkal a viszonyuk. Ám senki sem számított arra, ami ezután következett. Az események egy hétfő reggeli történelem órán kezdődtek. Ez az óra is úgy kezdődött, mint a többi, ám később az egyik diák minősítetlen hangnemben válaszolt. Ó, majd elfelejtettem, dolgozatok. Gábor, legyen olyan kedves, ossza ki őket. Kinek is ossza? Ja. Az, hogy a Varga Gábor feleselni mer nekem, az már több a soknál. Dávid a neve! Varga Dávid! Veszélyeztetve érzem magam. Terrorizál engem az osztály. Ezzel egy olyan eseménysorozat vette kezdetét, amely örökre megváltoztatta az iskolai életet. Megyünk le, tesi úrára, menjünk, öltözünk, jó? Öregünk fel, menjünk le! Tanár úr! Következő vibát! Nem tudom megjönni! Beszéljünk meg, tanár úr! Kérem! Na jó van, akkor csináljátok csak! Köszönjük szépen! Köszönjük! Jó gyerekek ezek a 13 gések, elöngöttem őket, nem b***ját, megbízok benne! Viszont a következő órán... Na mi a fiatalok, nem dolgozatot kéne inni? Hát, a lyukos köszönhetem. Jól van, kösz. Basszus, tudtam, hogy ez a szövége a gyártvernek, és nem írnak dolgozatot. A fene egye meg ezt a 13G-t. Mi a hol ez? Irodalom. Melyik osztály ez? 13G. Jó, ne, tanár úr, ne, tanár úr, nem kell. Ha nem lenne a 13G, nem mentem volna be a rossz órára. Ez is az ő hibájuk. Kettő micsoda? Négy. De négy mi? Hat. Az irodalom órán Tibai tanár úr életét sem könnyítették meg a 13G-sek. Belem áll a pofájuk! A szalagavató közelettével a táncpróbák sem mentek olyan gördülékenyen, mint kellett volna. Nem hiszem el ezt az osztályt, nem bírnak egyszerűen csendbe maradni, teljesen elegem van belőle. Tényleg találunk is, tudod a dolgozatainkra? Már kiavítottam a 3/4-ét, majd jövő hétre behozom, megígérem. Hovonna! Kövüves úr, ne izmozzunk már! És tanár úr, a munkafizetem, mert hetek óta nem láttam. Én azt tuti visszaadtam, emlékezz, tuti visszaadtam. Tényleg, de sehol se találom. Pedig legutoljára önnek adtam oda. Amúgy nála van az Oliver munkafizete, de most soha nem kapja vissza. Amúgy nincs problémám velük. Jó gyerekek. Meg szerettük volna keresni Holocsi Balázs tanár urat is, ám nem volt az osztályteremben. A tanár úr hol van? Ám a büfébe belépve is csak hűlt helyét találtuk. Viszont megtaláltuk Kecerné Szalai Évát, az angol munkaközösség elnökét. Tulajdonképpen semmi gondom nincsen a 13G-ben, hiszen ide jár a Martin, meg az Olivier. Hát nekik már akkor megvolt a felsőfokújuk, amikor ide jöttek. Igazából a köműves is egy jó gyerek,
Csak többet kellene templomba járnia. Az osztály nem csak a tanárok nyugalmát háborgatta, hanem az iskolai felszerelésben is kárt tett. Én komolyan mondom, nem hiszem el ezt az osztályt. Ez a 13G mindig csak rongál, mindent elront, de remélem azért kifizetik ezt a 13000 forintot. A tanároknak elegük lett a rettegésből, és leültek, hogy megvitassák a 13G-s hossát. Egész órán telefonoznak, nem csinálnak semmi más. Kikérdeztük az osztályfőnök véleményét is. Szerintem most már az osztály meg tud állni a saját lábán, nem kell ez az én segítségem. Az én osztályomat nem fogjátok kirugattatni. A 13G-t nem lehet kirugattatni, ez alapfogalom, nem definiálható. De van még egy megoldás. A 13. G osztályból mindenki megbukott kémiából úgy, hogy 2 éve nem is volt kémia órájuk. Mészáros tanárnő mellékállásban a terror elhárító központ elnöke lett. Gahovesz tanár úr máig töretlenül megbízik diákjaiban. Vajon jól teszi? Szilasi tanár úr bevonult a seregbe és kiképző őrmesterként folytatta karrierjét. Libai tanár úr könyvét, az egy rémrendes osztály című eposzt az évtized műveként emlegeti. Fejes tanár úrnak azóta nem volt ilyen jó angol csoportja, és még mindig őrzi Oliver munkafüzetét. Kecer tanárnő kiegészítette az Enciklopédia Britannicát, ezzel szorosabbra fűzve a magyar-brit kapcsolatokat. Kocsor tanárnő végre kapott egy rendes orosz csoportot, ami átment a nyelvvizsgán. A vezetőség máig Horváth Lajos tanár úrhoz fordul, ha baj van egy osztályjal. A helység kalapácsaként vonult be a Széchenyi történelmébe. The second and third floors are used only by the presidential family and guests. Located here are the Lincoln bedroom, the treaty room, used as the cabinet room from 1864.